A hétvégén is fenntartják az emelt szintű rendőri készültséget az Egyesült Királyságban a több mint egy hete kirobbant zavargások miatt. Mostanáig csak nem 600 embert vettek őrizetbe. A bevándorlás ellenes megmozdulások azután kezdődtek, hogy egy ruandai származású brit fiú három kislányt késelt halálra. Rendőrök néznek farkas szemet az utcán tomboló erőszakos tüntetőkkel az angliai Liverpoolban. A testkamerával készült felvételek a rendőrök szemszögéből mutatják be a múlt hétvégi összecsapásokat. Záporoztak a pirotechnikai eszközök, néhány tűzijáték rakéta közvetlenül az előre nyomuló egyenruhások arca előtt a pajzson robbant. Néhány utcával odébb egy térfigyelő kamera rögzítette, ahogyan a garázda fiatalok megruhamoztak egy alkohol és dohány termékeket árusító boltot. Közben egy másik csoport könyvekből rakott mágiát a város egyik könyvtárának betört kirakatában. Percekkel később már az egész épület lángokban állt. A liverpooli bírósága az elmúlt napokban 5 vádlottat küldött rács mögé a zavargásokban való részvétel miatt. A rendőrök országszerte már csak nem 600 rendbontót vettek őrizetbe, és gyorsított eljárásban legalább 150 gyanúsított ellen emelt vádat az ügyészség. Az országos rendőrfőkapitány közölte, a nyomozás folytatódik, megpróbálnak mindenkit azonosítani, akinek köze lehet az erőszakos akciókhoz. Ezért akár hónapok múlva is várhatóak újabb letartóztatások. Keir Starmer brit miniszterelnököt pénteken a londoni rendőrség központi parancsnokságán tájékoztatták a kialakult helyzetről. Meggyőződésem, hogy az elmúlt napok megfelelő rendőri jelenléte és a gyors igazságszolgáltatás mostanra már érezteti hatását. Ám az előttünk álló hétvégén fenn kell tartani az emelt szintű készültséget, hogy gondoskodhassunk a közösségeink biztonságáról, jelentette ki a kormányfő. Az Egyesült Királyságban több mint egy hete tartanak az erőszakos bevándorlás ellenes demonstrációk, miután Southportban egy rendezvényen 3-9 év alatti kislányt késelt halálra egy 17 éves támadó. A neve Axel Rudakubana, Walesben született, családja ruandai származású. Tettének indítékát még vizsgálják, a rendőrség cáfolta, hogy iszlamista kapcsolatai lennének. A belügyminiszter szerint a zavargások kirobbanásához nagy mértékben hozzájárultak a közösségi oldalakon terjesztett álhírek, amelyek szerint a késelő csónakkal érkezett migráns, aki az iszlám nevében ölt. A kormány ezért felülvizsgálja az online biztonságot szabályozó törvényt is, amelyet tavaly ősszel fogadtak el, és amely jövőre lép hatályba. Láthattuk, hogy a közösségi médiát ténylegesen felhasználták az erőszakos akciók szervezésére, a faji gyűlölet és a feszültség szítására. Folytatjuk a büntető eljárásokat, és gondoskodni fogunk arról, hogy ami offline bűncselekmény, azaz online világban is az legyen, fogalmazott a belügyminiszter. Az indulatokat még nem sikerült teljesen lecsillapítani. Belfast utcáin csütörtök éjjel is voltak kisebb összecsapások. Ezért a hétvégére országszerte 6000 rohamrendőrt helyeztek készenlétbe.